Világszerte 100 millió életet ontottak ki az 1919-es kommunista diktatúra idején. Kelet- és Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az 1 milliót. Ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt, vagy a kényszermunkatáborok embertelen körülményei között. Oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elajasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Radnóti Miklós Töredék című versével köszöntötte az emlékezőket Kőkén Gábor műsorvezető, az emlékezés első helyszínén a Városi Könyvtárnál elhelyezett Rakovszki emléktáblánál, majd méltatta a Jászapátira deportált két világháború közötti politikus, belügyi és kultuszminiszter munkáját. Ezt követően Babuts Zoltán hadtörténész mondta el ünnepi beszédét. Következik 1918, az összeomlás időszaka, jön a kommunista diktatúra, az első diktatúra, de a Kumbiláéféle dicsitelen 133 nap, amikor a kommunisták szépen előveszik a fiatal Rosszner bárót, elveszik a birtokait. A hadtörténész elsőként a jársági kötődésű báró Rosszner Istvánra emlékezett előadásában, aki nemzete boldogulását kereső fiatal báró volt. Rosszner báró egy különítmény szervez, és a Lehár ezredesféle különítménnyel együtt a Dunántúlon tisztogató akcióba kezdenek, ugye ők segítenek összefogdosni a kommunista gyanús egyéneket, majd a későbbiek folyamán meghirdeti, mármint mezőgazdász, a zöld mező mozgalmat. A gazdálkodásnak szentelte életét, majd a kommunhatalomra jutásakor birtokát elvették, de a helyiek nyomására tovább vezette gazdaságát. Mivel ellenforradalmi szervezkedésben vett részt, letartóztatták és halálra ítélték, amelynek végrehajtását a tanácskormány bukása hiúsította meg. Már 1939-től kezdve bekapcsolódott a független kisgazdapártnak a munkálataiba, részt vett az ellenállási mozgalomban. Így ennek köszönhetően 1944. március 19-ét követően a németek letartóztatták, és ki akarták vinni magukat. Rosszner báró után Hámori Zoltánra az ifjú baloldali kisgazdára emlékezett Babuts Zoltán hadtörténész, aki az 1956-os forradalmi események során került Tildi Zoltán miniszterelnök helyettes környezetébe, ahol titkárság vezetőként tevékeny harcosa volt a kisgazdapárt felélesztésének. A város vezetősége és valamennyi intézmény szervezet koszorújával fejezte ki tiszteletét dr. Rakovszki Iván emléktáblája előtt. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van. Az emlékezők dr. Jó Andor emléktáblája előtt is fejet hajtottak. Dr. Jó Andor járásbíró volt Jászapátin, akit a diktatúra alatt szidalmaztak, vertek, mert még az előző igazságszolgáltatás embere volt. Szembeszállt az igazságtalansággal. Ezért megölték.